Elérkezett a nyár utolsó hétvégéje, és a toplista végére értem. De ne csüggedjetek, mert majd még más platformról szeretnék ilyen videókat készíteni. Én nagyon élveztem mind a 10 részt elkészíteni, főleg amiatt is, mert számomra is meglepetés volt, hogy mely könyvek fognak következni, és tényleg egy különleges utazás volt, hiszen megismertem olyan szerzőket, akikről még nem is hallottam, illetve olyan könyveket, amiket majd a jövőben szívesen szeretnék elolvasni. És hát annak ellenére, hogy például voltak olyan szerzők és könyveik, amiket előrébb hoztam volna, volt olyan, amit be se tettem volna, és volt olyan, amit most is hiányolok, ennek ellenére szerintem nagyon érdekes volt. Érdekes volt így megnézni, hogy vajon az angol, a brit olvasók kire szavaztak. Viszont ne essünk abba a tévedésbe, hogy ítélkezzünk, vagy kritizáljuk a listát, mert teljesen felesleges, hiszen nem tudjuk a szavazás menetét, és fogalmunk sincs, hogy kik szavaztak. Ez egy lista, ez egy kis szórakozás volt, listákat böngészni jó, én nagyon-nagyon szeretek, úgyhogy végül is ez csak és kizárólag egy kis szórakozás volt számunkra, természetesen egyáltalán nem baj, ha mi máshogy gondoljuk. Most pedig akkor jöjjön az utolsó 10, remélem, hogy a végén örülni fogtok. 10. helyen a legkedvesebb alkotóm áll, Fjodor Mihajlovics Dosztojevszki Bűn és bűnhődés. Ő nem pusztán egy író volt, hanem egy igazi nagy gondolkodó, aki műveiben olyan ismeret anyagot adott számunkra, ami egyrészt rendkívül gazdag, másrészt pedig most is aktuálisak. Ugye jellemzőre, hogy filozófiát, pszichológiát, politikát, vallást, erkölcsöt is beleírta a műveibe, és több szempontból is bemutatta azt. 1862-ben járt először Európában, és elborzott attól, ami fogadta őt, ugyanis csak azt látta, hogy tombol a kapitalizmus, a versenyzés és az erőszakos kizsákmányolás. Ebből aztán született néhány műve, és ő elsősorban ugye nem a múzeumokat járta, illetve nem kulturális programokkal töltötte az idejét, hanem megfigyelő volt, nagyon szerette az embereket tanulmányozni. Ezért is mondjuk róla azt, hogy egy igazi pszichológus volt, bár ő azt mondta, hogy pusztán csak realista vagyok, ugyanis az emberi lélek legmélyéből szeretem felhozni a valóságot. 1866-ban írta meg az első főművét, a Bűn és bűnhődést, és megalkotta az irodalom történet egyik legvitatottabb figuráját, Raskolnikovot, a pétervári diákot volt, joghallgatót, aki rettentő nyomorúságos sorban sínlődik éppen, amikor is arról filozofálgat, hogy aki szellemileg felette áll egy másik embernek, az szembe mehet-e az erkölccsel, illetve az erkölcsi törvények rá vajon nem vonatkoznak? Ezek a kérdések foglalkoztatják, és az a gondolat születik a fejében, hogy szeretné megölni az uzsorás vénasszonyt, akinél él, ugyanis szerinte az üzletelések kártékony az emberekre, és bizony azt a pénzt, azt a tudásra, tanulásra, vagy egyéb jó cselekedetekre használná fel. És ez a téveszme bizony a bűnbe sodorja őt, és elköveti ezt a bizonyos gyilkosságot, azonban a pénzt szerintetek fel tudja használni? A mű tartalmaz egy nagyon érdekes női karaktert is, Szonya személyében, akinek az apja azonnal eltorbézolja a havi keresetét, és nem tudja eltartani a gyermekeit. Anyja pedig tüdőbeteg, nem tud munkát vállalni. Ezért Szonya arra kényszerül, hogy a leggyorsabb pénzkeresethez jusson ahhoz, hogy testvérei enni tudjanak. És hát a szükség az ráviszi egy olyan feladatra, amit hát nem szívesen vállal, de prostituált lesz. Erkölcsileg ez a rész, ez rettentően helytelenítve van, de hát ugye valamit valamiért tett, valami nemesebb cél érdekében tette,
és a lelkében ő bizony ártatlan tud maradni. És Raskolnikovval való találkozása kell ahhoz, hogy ez az ártatlan lélek hatni tudjon, és megszóljon az élő lelki ismerete Raskolnikovnak. Az események hátterében pedig megismerhetjük a várost, ahol játszódik a történet, ez pedig nem más, mint Szentpétervár, amely gyakorlatilag egy mocsárra épült város, és sokszor párhuzamot lehet vonni Raskolnikov lelke és a város között. Egyébként tele van a mű szimbólumokkal és filozófiai jelentőségekkel, úgyhogy nem tartom egy könnyű műnek, minden esetre az irodalomkedvelők biztos, hogy elgondolkodnak rajta, és piedesztára tudják emelni, bár én még mindig azt mondom, hogy nekem a Karamazov testvérek a kedvencem, Dosztojevszkitől azt szerintem sok rétűbb regény, és az már kiforrottabb, hiszen az volt az utolsó regénye. 9. Charlotte Bronte, Jane Eyre. Nagyon örültem, amikor megláttam, hogy bekerült az első 10-be, mert én már hiányoltam, megmondom őszintén. Ugye sokatoknak nem kell bemutatni ezt a történetet, egyébként rengetegszer beszéltem már itt róla a csatornán. Jane Eyre egy árva gyermek, aki független nővé érik, és rengeteg megpróbáltatáson megy keresztül, mire végre révbe ér és megnyugvást talál. 1847-ben jelent meg a mű, és a címre vagy a borítóra az volt írva, hogy Jane Eyre, egy önéletrajz, szerkesztette Carrer Bell. Ez akkoriban jellemző volt a női írókra, hogy nem a saját nevükön jelentették meg a műveket, és hát Charlotte Bronte is úgy döntött, hogy választ magának egy álnevet, és 3 hónap alatt elfogyott az első kiadás, tehát elképesztő sikert aratott, úgyhogy rögtön után nyomták, majd aztán nem sokkal később pedig már a 3. kiadás is megjelent, úgyhogy ekkor fette fel Charlotte Bronte, hogy ő írta ezt a regényt. Egyáltalán nem véletlen, hogy a 19. században miért is aratott akkora sikert ez a könyv, és természetesen az sem, hogy mind a mai napig sokaknak kedvence. Ugye önéletrajzi írásmódja van, tehát egy narrációt kapunk, és Jane-t egészen a kislánykorától megismerhetjük, és követjük őt ezen a nehéz úton. És közben egy olyan ember fejében lehetünk, aki rettentő erős, és rettentő pozitív. És tudjátok, ez az a mai életünkben nagyon értékesek azok az emberek, akik sok mindent tudnak pozitívan szemlélni, annak ellenére, hogy nincs meg mindenük, hogy meg kell harcolniuk a dolgaikért, és ezáltal tudnak adni másoknak is. És nekem a Jane Eyre történet az valami ilyesmi volt, hogy itt van egy nem túl szép lány, akinek szülei sincsenek, és nincsen semmilyen biztos háttere, támogatása, hanem mindenért egyedül kell megküzdjön, és közben van, hogy a teljes szeretetlenségben van. Szóval azt gondolom, hogy ő az a hősnő, aki egyetlen unalmas pillanatot sem okozott, miközben amúgy a könyv hátterében volt rejtély is, voltak izgalmak is, megismerhettük az angol társasági életet, vagy megismerhetjük, hogy hogyan éltek a középosztálybeliek, és a lányoknak miért volt a házasság az egyetlen menekülési útjuk, illetve az egyetlen lehetőségük az életben az, hogy férhez menjenek. Nagyon-nagyon sok mindent megmutat itt Charlotte Bronte, amin mi elgondolkodhatunk. Jane amellett, hogy megmerte fogalmazni az érzéseit és a gondolatait, amellett szerintem az az egyik legnagyobb erénye, hogy nem tűrte azt, hogy bántsák, és kikövetelte magának azt, hogy jól bánjanak vele. És ez szerintem nagyon fontos minden olyan embernek, akinek van egy kis önérzete, hogy igenis, álljon ki azért, hogy ez itt a határ,
innentől nem tovább. És pluszba még kihangsúlyozza ez a regény azt is, hogy hát egyenlőek vagyunk, és ez ugye tudjuk, hogy a viktoriánus korban egyáltalán nem így létezett, tehát ez egy nagyon bátor regény volt egyébként, mert ugye a viktoriánus korban a nők be voltak zárva, a háztartást vezettek, és nem nagyon élhették meg a vágyaikat. Úgyhogy végül is azt lehet mondani, hogy Charlotte Bronte alkotott egy nagyon-nagyon különleges karaktert, közben beleszőtt egy nagyon érdekes és szenvedélyes szerelmi szálat is, volt benne gótika is, és hát egy felnövés történet. Szóval remek könyv, olvassátok el. 8. Daddy Smith, Enyém a vár. Erről a könyvről korábban, megmondom őszintén, hogy sohasem hallottam. Daddy Smithről igen, hiszen ő írta a 101 kiskutyát, de most ez a könyv rettentően felkeltette az érdeklődésemet. Maga J.K. Rowling azt nyilatkozta erről a könyvről, hogy ennek van a legkarizmatikusabb narrátora, akivel valaha is találkozott az irodalom során. Úgyhogy ez már önmagában felkelti az érdeklődésemet. Egyébként tényleg azt olvastam róla, hogy egy rettentő, szerethető, nagyon elgondolkodtató és vicces az írás módja, és mivel egy fiatal lány Cassandra fejében vagyunk, aki írónak készül, így egy picit az olvasás és az írás is belekerül ebbe a műve. Ráadásul ők egy angliai kastélyba költöznek, és ez 1930-as években játszódik a történet. Szóval a helyszín is annyira érdekes, a környezet. Annyira nem megszokott, mint a mi kis Magyarországunk. És hát beköltöznek egy ódon kastély falai közé. Az apuka szintén író, és hasonlít James Joyce-hoz, ő is a modernista szerző. Igen, nem, de mindmáig csak egyetlen regénye jelent meg, és abból a jogdíjból tartják fent magukat, és hát nem úgy tűnik, mintha szeretné folytatni az írást, ugyanis detektív regényeket olvas az apuka, és azzal üti el az idejét. Szóval azok a jogdíjak már kezdenek kifutni, és már nem jön belőlük annyi, úgyhogy a várnak a falai is elkezdenek omladozni. Ám hamarosan a család élete megváltozik, amikor Amerikából új szomszédok érkeznek, és Cassandra, valamint a nővére Rose azon veszi észre magát, hogy szerelmesek lesznek. És annak ellenére, hogy általában a szerelmi történetek kiszámíthatóak, ebben a könyvben rengeteg váratlan fordulat érkezik, és a szerelmi szálon túl nagyon sok témára is kitér az írónő, és ez adja egyébként a regénynek az erősségét, megmondom, a humora is, és az is, hogy azért komoly témákat is meg tud jeleníteni benne. Hasonlít egyébként az írásmódja, vagy a könyvnek a hangulata Jane Austen regényekhez, csak ugye már sokkal modernebb verzió, hiszen a 1930-as években íródott és játszódik. Én rettentően kíváncsi vagyok rá, nem tudom, ti hogy vagytok vele. Beszélni néha elég fárasztó így egyhuzamba, úgyhogy most eszek egy kis módszert sok, itt közben pedig fel fogok tenni néhány kérdést, és ha van kedvetek, akkor válaszoljatok rá. Jártatok-e már Angliában? Én még soha nem voltam, de nagyon nagy vágyom eljutni, mert főleg a vidéki Anglia érdekel. Nagyon szeretem a brit sorozatokat és filmeket, amik ilyen kisvárosban játszódnak. Hát teljesen más, mint itt a magyar vidék. Rengeteg virág van, és rengeteg zöld rész, és szerintem nagyon-nagyon különleges ez a szigetország. Ugye hát elkülönül egy picit Európától, más az éghajlatuk, de szerintem fantasztikus ország. Írjátok meg, hogy ti mit gondoltok róla, meg így az angol emberekről, mert megmondom őszintén, én senkit nem ismerek. Nekem mindig is Spanyolország volt az ország, ahova mentem, és amihez vonzódom. De Angliát pedig már ugye Agatha Christie révén megismertem, és ő például az a szerző, aki
kimaradt ebből a listából, és hát fáj a szívem érte, természetesen azért van több olyan könyv, ami igazából klasszikusnak számít, és én magam sem értettem, hogy nem került bele, de például én vele ismertem meg Angliát, és nagyon-nagyon szeretem, főleg a Miss Marple-okban, a vidéki Anglia az ugye kidomborodik, de azért Poirotnak is sok novellája játszódik vidéken. És hát ugye a Jane Austen regények, azok ugye örökklasszikusok, rengeteg BBC sorozatot néztem, úgyhogy de a fő és a non plus ultra, azt tudjátok, hogy számomra micsoda, és hát ez William Shakespeare, tehát számomra ő jelenti az angol irodalom csúcsát, és aki még nem látott tőle semmit, színdarabot volt, nem olvasott tőle egyetlen sort sem, az nyilvánvalóan ezt nem fogja érteni. De azt gondolom, hogy őt érdemes olvasni, és beszélni róla mind a mai napig, hiszen olyan drámái vannak, amikről lehet elmélkedni, lehet gondolkodni. Úgyhogy nekem ő az, aki, de szeretnék nagyon sok brit alkotót megismerni, akit még egyébként nem olvastam. D.H. Lawrence például, Ian Forster, Virginia Woolf-tól is többet szeretnék, James Joyce-tól is nagyon-nagyon szeretnék már olvasni. És ott van Daphne du Maurier, a Manderley házasszonyát is nagyon szeretném. Úgyhogy vannak páran, akik még hiányosságaim. Rudyard Kiplinget is kedvelem egyébként. Szeretnék G.B. Shaw-tól is olvasni, ha már így Nobel-díjasoknál vagyunk, mert ugye ő két Nobel-díjas szerző. Úgyhogy sokan vannak, rengetegen. Majd biztos készítek külön erről is egy videót. Most éppen két angol szerző regényét olvasom. Ugye Eric Knight-tól olvasom a Légy magadhoz, és William Golding-tól a Vétkes visszanézt, és lehet, hogy a következő is egyébként egy brit könyv lesz, majd még meglátjuk. Ugyanis a hetedik helyen lévő Aldous Huxley és a Szép új világ elképesztően nagy hiányosságom, úgyhogy most már tényleg ideje lenne pótolni. Egyébként gondolkoztam azon, hogy a szerzőt beteszem az előző videómba, hiszen hajlamosak vagyunk ezzel az egy könyvével azonosítani őt, de természetesen ez is egy tévedés, hiszen neki számtalan regénye megjelent, csak hát annyira nem ismerjük őket. A pályája elején egyébként verseket és esszéket írt, majd a 20-as évek elején tért át a regényírásra, és akkor viszont már csak abból élt a szerző. És előszeretettel írt a alkotói és világnézeti válságba került irodalmi és művészi emberekről, akik hát ugye a háború hatására kerültek ebbe a válságba. Megjelent ekkoriban a Pont és ellenpont, a Végzett bábjátéka, illetve a Légnadrág és társai című könyve. A 30-as évek elején a művészi szemléletében, illetve a magatartásában is váratlan fordulat következett be. Ugyanis ő megdöbbent azon, hogy az első világháborúból éppen, hogy felépült a világ, már egy sokkal pusztítóbb háborúra készül, amiben ráadásul már fegyverek is lesznek. Így a következő írásaiban az a perspektíva, hogy felelősséget ébresszem a társadalomban. Művészileg és esztétikailag továbbra is magas színvonalak voltak a művei, de már az iróniát elhagyta, csak és kizárólag a Szép új világban kapott ez még helyet. Szerb Antal így írt a szerzőről. Újabb írásai mérhetetlenül szomorúak, lesújt már a hangnemük is, amely a reménytelenséget, a jövőben való bizodalom teljes hiányát árasztja, és lehangoló, hogy a kor legokosabb regényírója nem tudott más reményt találni, mint Gandhinak, az erőtlen hindu végkultúrának a tanát, a csügget non-resistance elvét. A Szép új világ 1932-ben íródott. Műfaját tekintve disztópia, illetve tudományos fantasztikus mű természetesen nem szerepelnek benne,
természetfeletti lények, vagy szörnyek, vagy földön kívüliek, hanem egy valós társadalmat kapunk, csak éppen szélsőségek mentén élnek ezek az emberek, és a jövőben játszódik természetesen. A szociológiából, pszichológiából és antropológiából is vett ötleteket a szerző. És megjelenik benne a biológia, a népességszabályozás, genetika, a pszichológiai ráhatások a társadalomra. Nagyon sokrétű regény, és elgondolkodtató, hiszen ez az egész rémisztő, amit felvázol. És szerintem azért is, mert már ezt már én a Frankensteinnél is megfigyeltem, hogy a tudomány, hogy a technológia azt rossz irányba is terelheti a társadalmat. Tehát nem feltétlenül a jóra használjuk ezeket a dolgokat. Persze a világ fejlődéséhez elengedhetetlen a technológia, de van, amikor már rossz irányba haladnak a dolgok. Ebben a társadalomban a nők már nem nagyon szülhetnek, a csecsemőket ugye mesterségesen a technológia segítségével hozzák létre, és belövik az ő intelligencia szintjüket alfa, beta, kappa, delta és epsilon szintre. Ugye az epsilon van leghátul, ők a kétkezi munkát végzik, és ugye az alfák pedig az agyat jelentik, ők a legokosabbak. Azonban mindenki egyformán élvezheti a szexet, a filmeket, vagy akár részt vehetnek társadalmi vallási élményekben, a kábítószer okozta boldogságot is megtapasztalhatják, materialista fogyasztást is természetesen. És ezzel kompenzál úgymond a szabadságukat elvesztett emberek, úgymond kárpotolva vannak ezekkel a jó dolgokkal, hiszen az a lényeg, hogy ez a társadalom boldog legyen. És 1946-ban megjelent a második kiadása a műnek, amiben Huxley már ezt írta, hogy ma már úgy tűnik, hogy ez a borzalom egy századon belül megvalósulhat. Ugye az 1984 és a Fahrenheit 451 az én kedvenc disztópiáim. Előbbi és utóbbiban is azt ábrázolja a szerző, hogy a politikai hatalom az milyen befolyással van az emberekre, és hogyan lássák el a munkájukat. Azonban a szép új világban egy kicsit más itt arról szól, hogy az emberek hogyan kell élniük gyakorlatilag. Hogy a géntechnológia, a drogozás és az agymosás kényszeríti ki az együttműködésre az embereket. Úgyhogy szerintem ez a disztópia az, ami a legdurvább mindközül. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogy fog nekem tetszeni. Hatodik, Jane Reeves és a széles sárgászó tenger. Ez az a könyv, amit mindenképpen nagyon hamar be kell szereznem a polcomra, mert elképesztően felkeltett az érdeklődésemet, és azt hiszem, hogy mindjárt meg fogjátok érteni, hogy miért. Korábban soha nem hallottam róla. Michael Chabon mondta azt, hogy minden történet elvezet egy másik történethez. És ennél a műnél ez fokozottan igaz, ugyanis ez a Jane-nek az előzmény története. A dominikai születésű brit írónő 1966-ban írta meg ezt a regényt, és nagyon bosszantotta az, hogy a Jane Eyre-ben Mr. Rochester első felesége Berta olyan kegyetlenségnek van kitéve, hogy bezárják őt a padlásra. És nem szeretnék onnan spoilerezni, úgyhogy nem árulom el, hogy mi történik vele, de őt ez nagyon dühítette, és szeretett volna adózni neki egy regényben, és ez olyan nagyon jól sikerült, hogy hát egy klasszikussá vált ez a regény. A történet Jamaikában kezdődik, 1833-ban, ugye ekkor ez az ország brit gyarmat volt, és ebben az évben törölték el a rabszolgaságot. A főszereplő egy kislány, egy kreol kislány, Antoinette, akinek az édesapja egy fehér angol, míg az édesanyja pedig egy hát ott élő helyi lakos. És hát nagyon nagy gazdagságban élnek, hiszen cukornádültetvényük van. Igen, nem, de a rabszolgaság eltörlése után mindez megváltozik. És ráadásul Antoinette édesapja is meghal,
Azért az anyukája kénytelen újra férhez menni, és hát szerencsére rendben jön az életük. Azonban ezt nem mindenki nézi jól szemmel, és bizony egy éjszaka felgyújtják az ő házukat, és meghal Antoinette kis testvére Pierre. Ebbe az anya majdnem beleőrül, de lelkileg már soha nem épül fel, ezért Antoinette-et kolostorba küldik, és soha többé nem találkozhat az édesanyjával. 17 éves korában a mostoha apja veszi ki őt onnan, és adja hozzá egy tehetős angol férfihez, Mr. Rochesterhez. Ezután már nem csak Antoinette, hanem a férfi, aki egyébként sosincs megnevezve, a narrátora a történetnek, tehát az ő szemén keresztül is megnézhetjük Jamaikát, ezt az exotikus országot, és azt is, hogy hogy tekint a nőre. És ez egy boldog házasságnak indul, azonban minden megváltozik, amikor a nő féltestvére elmondja a férjnek, hogy az édesapa is és az édesanyja is mentális betegséggel küzdött, tehát valószínűleg Antoinette is örökölte ezt. És innentől a férfi érzelmi bántalmazóvá, távolságtartóvá válik, ami természetesen a nőt szomorúvá teszi és kiborítja, és ráadásul végig kell néznie, ahogy szeme láttára a férje hűtlenkedik, és még a nevét is elveszi tőle, ugyanis a férfi innentől kezdve Bertának szólítja őt, és nem Antoinette-nek. És ennél többet nem mondhatok, mert akkor már elárulom a Jane Eyre egy fontos mozzanatát, egy fontos történetét, úgyhogy legyen ennyi elég. Egyébként nagyon jól megmutatja azt is a regény, hogy a fehér férfiak mit műveltek ott Jamaikában, hogy mennyire kihasználták a nőket, és mennyire sok gyermeket nemzettek, és ezért rengeteg kreolbőrű kisgyermek volt akkoriban ott. Nem szeretem a bántalmazásos történeteket, mert nekem az igazságérzetem ezt nem nagyon hagyja, és emiatt biztos, hogy nehéz olvasmány lesz, de itt van ennek a könyvnek a helye a polcomon. 5. Truman Capote, Hidegvérrel. Én nagyon-nagyon-nagyon meglepődtem, amikor megláttam, hogy ez a könyv felkerült a listára. Egyszerűen nem akartam elhinni. Imádom ezt a könyvet. Nekem a kedvenc non-fictionem, és emlékszem az élményre, amikor olvastam hideg téli estén, egyedül, még most is kirázt tőle a hideg. Truman Capote egyébként egy nagyon hírhedt újságíró volt, és természetesen irodalmi alak is, mert regényeket is írt. Különösen a televízióban nagyon sokat szerepeltették, mert olyan személyisége volt, ami, hát ami nagyon megosztó. Ő összeveszett Gore Vidallal, Norman Mailerrel, Jackie Onassis-szel, nagyon sok botránya volt, nyíltan vállalta a homoszexualitását, de közben meg egy baromi szellemes fickó volt, és hát ugye nagyon-nagyon szeretett szerepelni. Capote soha nem járt főiskolára, helyette úgy gondolta, hogy a helyi újságoknak küldözgeti majd a novelláit, és abból fog megélni. De aztán a regényírással is megpróbálkozott, és bizony sikerrel járt. Aztán Európába költözött, 10 évet ott élt, megírta az Álom luxus kivitelben című művet, de természetesen filmekben és színházban is vállalt írói szerepeket. És aztán úgy döntött 1959-ben, hogy ő bizony szeretne írni egy epikus non-fiction könyvet. Ebben az évben észrevett egy újságcikket, amelyben az állt, hogy brutális kegyetlenséggel meggyilkoltak egy 4 tagú kansasi családot egy farmon. Hát rögtön tudta, hogy na, ez lesz az ő témája, és közel 6 évig kutakodott, gyűjtötte az anyagot, készített interjúkat mind a gyilkosokkal, mind pedig Holcomb városában az emberekkel, akik ismerték a családot. És közben Harper Lee, a Ne bántsátok a fekete rigót című könyv alkotója is segített te őt ebben a munkában. És talán az a legerőssége ennek a könyvnek, hogy ugye a publicisztikát, illetve az újságírást ötvözte a dokumentarista regénnyel. Szerintem ennek a két műfajnak a kereszteződése ez a könyv.
és olvastatja magát. Egyszerűen tudni akarod, hogy mi fog következni, és közben megfagy az ereidben a vér. Úgyhogy természetesen soha nem jó ilyen kegyetlenségről olvasni, meg nem való mindenkinek, ezt mindig el kell mondani, ettől függetlenül, ha non-fiction, akkor én ezt a könyvet bátran tudom ajánlani. Negyedik, Gabriel García Márquez, 100 év magány. Biztosan tudjátok már, hogy én nagyon kedvelem ezt a könyvet, és én úgy a szívemben a Karamazov testvérek, és az 1984 után a legkedvesebbnek tartok, és nagyon örülök, hogy ilyen előkelő helyen végzett. 1967. május 5-én jelent meg a mű, és már rögtön a megjelenésének évében szinte azt lehet mondani, hogy klasszikussá vált, ugyanis már az egyetemeken elkezdték oktatni, és rengeteg példányból eladták, és már rögtön nagyon sok nyelvre elkezdték fordítani. 1982-ben pedig a szerző megkapta ugye az irodalmi Nobel-díjat. És hát ez a latin-amerikai irodalom és a modern klasszikusok közül is kiemelkedő mű. Nagyon megosztó is egyben, hiszen vagy valakit nagyon taszít, vagy valaki nagyon szereti. Én azt gondolom, hogy köztes nincs, mert akit beszippant a mágikus realizmus, mint műfaj, az nagyon át tudja magát adni ennek az álomvilágnak, amit Márquez teremt, hiszen a történet a Buendia család 7 generációját meséli el egy fiktív városban, ami Kolumbiában található, Macondóban. És ez egy viszonylag elszigetelt falu, elszigetelten élnek itt az emberek. Na de az a lényeg, hogy a mágikus realizmus úgy jelenik meg ebben a műben, hogy olyan dolgok történnek, amire nem számítasz, de mégis olyan természetesnek hat. Egy lebegő nő, vagy egy férfi, aki 2 évig egy kikötözött fánál él, meg rengeteg olyan dolog, ami ilyen abszurdnak hat, és mégis Márquez úgy írja meg, hogy teljesen természetes, és úgy mész, ilyen flow élményt szerzel azáltal, hogy olvasod, és engem tényleg egy másik világba tudott repíteni. A regény emellett azért tartalmaz realista elemeket is, ugyanis a technológiai fejlődése, a politikai események is benne vannak, például az 1000 napos háború, amit Márqueznek a nagypapája mesélt el neki, amikor ő gyermek volt, de egyébként a nagymamája is nagyon sokat mesélt neki. Innen jön Gabó elképesztő fantáziája, amit aztán tudott hasznosítani sok-sok regényében. És történt egy lázadás is egy ültetvényen Kolumbiában, amikor is a dolgozók felázadtak, amiért, mert hogy kevés bérért dolgoznak, és hát a tulajdonos lemészárolta őket. Ezt is belevette a műbe. Vagy azt is, hogy amerikai cégek nyomultak be éppen Kolumbiába. Szóval azért így megtalálható benne a valóság is, a fikció, és ez a mágikus realizmus. Ami mondom, annyira beépül a történetbe, hogy hát megmosolyogtat ugyan, de olyan tényleg hétköznapian hat. És amikor a Nobelt átvette, akkor egyébként beszélt ő erről, hogy reméli, hogy nem úgy értelmezik a mágikus realizmus, mintha egy kis papíron leírt valami lenne, hanem egy olyan dolog, amit mi magunk a szívünkben hordozunk, ami tele van szomorúsággal, és tele van boldogsággal is egyben. Harmadik, F. Scott Fitzgerald és a Nagy Gatsby. Fiatal fiúként Fitzgerald elkezdett udvarolni egy fiatal lánynak, Zeldának. Igen, ám, de a lány kikosarazta őt, mondván, hogy nem elég vagyonos és gazdag ahhoz, hogy hozzá menjen. Így hát Fitzgerald elhagyta ezt a várost, és az írásban menekült, és milyen jól tette azt, ugyanis első regénye nem sokkal később megjelent, és ő magát pedig csoda gyerekként kiáltották ki, és hát mit tesz a sors? Hát Zelda visszatalált hozzá, és onnantól kezdve sok-sok éven keresztül a felesége volt Zelda. Egyébként ez a könyv, ez az első könyv, ez az amerikai ifjúságot célozta meg, és vált az egyetemi
ifjúságnak a kultuszkönyvébe, és egyébként sok regényét is jellemezte a felnőni képtelen fiatalság. Fitzgerald megteremtette az irodalomban a jazz korszakot. Ugye ez az első világháború utáni időszak, amikor is minden a bulizásról szólt, a kicsapongásról, a tilalmak megszegéséről, a nők szabadságjogáról, akik a szabadságukat úgy is megélték, hogy rövidre nyírták a hajukat, és nadrágot viseltek. És hát ezek a partik adják gyakorlatilag a vázát, a Nagy Gatsby-nek, amelynek a főszereplője egy Dizzy Buchanan nevű nagyon gazdag nő, és a másik oldalon pedig ott van Jay Gatsby, aki éppen az amerikai álmot szeretné megszerezni magának, igen ám, de azt úgy gondolja, hogy ahhoz mindenképpen szükséges, azon kívül, hogy megteremti a vagyont, egy bizonyos nő, aki nem más, mint a férnél levő Daisy. A Nagy Gatsby csodagyerekből életíróvá avanzsálta Fitzgeraldot, és az angol szász irodalmi körökben is elismerték az önevét. Például T.S. Eliot költő azt mondta róla, hogy Henry James volt az első amerikai, aki újra a színvonalát képviseli, és Edith Wharton is megdicsérte őt. Ő a nevéhez fűződik az ártatlanság kora, ami szerintem néhol párhuzamba állítható ezzel a regénnyel, én szerintem. És hát bizony, azt kell mondani, hogy viszont Fitzgeraldnak anyagilag ez a könyv, ez nem térült meg, tehát nem került az eladási listák elejére, és nem hozott annyi pénzt, de azt is hozzá kell tenni, hogy azért Fitzgerald elég nagy lábon élt, mert a legdrágább hotelekben szállt meg, a legdrágább éttermekben evett, és nagyon sok luxust megengedett magának, szóval szórta a pénzt. És ugye 1929-ben gyakorlatilag bekövetkezett a jazz korszak vége, amikor is elkezdődött a nagy gazdasági világválság, és ezzel együtt hát Fitzgeraldnak is a karrierje lefelé kezdett el ívelni. És egyébként őt utána már nagyon ellentmondásos szerzőnek tartottak, hiszen több kritikus is megtámadta az ő művét, és hát ő maga is adott némi vitára okot, mert olyanokat nyilatkozott, hogy itt le van nekem írva, hogy mentálisan akkor már súlyosan beteg feleségének Zeldának minden közös élményük egyedül az ő alkotói tulajdona. A vita hangnemére jellemző, hogy Fitzgerald harmadosztályú balettáncosnőnek és harmadosztályú írónak nevezte Zeldát, aki az ő asztaláról szedegeti fel a morzsákat, és könyvet ír belőlük, ugyanis az ő felesége is elkezdett írni. És egyébként én olvastam az írók magánéletéről, ugye nem is olyan régen egy könyvet, és abban egy elképesztően furcsa és bántalmazó kapcsolat bontakozott ki a szemem előtt, úgyhogy hát nem tudom. Minden esetre én a Nagy Gatsbyt egyébként szerettem, de nem tudom, hogy mostanában mikor fogok majd Fitzgeraldtól olvasni bármit. Második helyezett Harper Lee, Ne bántsátok a fekete rigót. Ez az amerikai irodalom egyik legfontosabb klasszikusa, pedig csak 1960-ban jelent meg, szóval nem beszélhetünk egy túl idős regényről, és ezt a dátumot itt most jegyezzétek meg, mert még fontos lesz. Ez a könyv számos irodalmi díjat bezsebelt, köztük a Pulitzer-díjat is, 40 nyelvre lefordították, és én egyébként 10 évvel ezelőtt olvastam, és nagyon nagy hatással volt rám. Atticus Finch és az ő tanítása, amit átad Scoutnak és Jamnek a két gyermekének, az egyben nekem szóló tanítás volt, mert olyan emberségről kaptam útravalót, amit azt gondolom, hogy még korábban egyetlen könyvtől sem kaptam meg, és a mai világunkban pedig elképesztően fontos, hogy ezt az emberséget megkapjuk valahonnan. Felolvasok egy részletet egy tanulmányból. Atticus bölcsember,
elkötelezett az igazságosság és az egyenlőség mellett. A nevelési stílusa azon alapul, hogy ezeket az erényeket erősítse gyermekeiben. Még arra is biztosítja Jamet és Scoutot, hogy nevezzék Atticusnak, hogy a lehető legegyenlőbb feltételek mellett kommunikáljanak egymással. Atticus a regény során mindvégig azon dolgozik, hogy fejleszte Scout és Jem lelkiismeretét, mind a tanításon keresztül, mind amikor azt mondja Scoutnak, hogy helyezze magát egy személy helyébe, mielőtt ítélkezik felettük. És példaként, mint amikor Tom Robinson ügyét vállalja és eleget tesz neki saját erkölcsi normáit, annak ellenére, hogy milyen kemény következményekkel kell szembenéznie. Atticus egy szilárd esetet mutat be, amely gyakorlatilag nem hagy kétséget. Tom Robinson ártatlan, és ha bűnösnek találják, az csak az esküdtség rasszizmusa miatt van. Ugye arról szól a történet, hogy Atticus Finch ügyvéd, és kiáll ebben az alabamai közösségben egy fekete ember mellett, és képviseli őt az esküdtség előtt, illetve a bíróság előtt, és annak ellenére, hogy mekkora támadás ér, és a gyerekek nem nagyon értik, hogy ő ezt most miért vállalt el, miért kell ez nekik, és szépen a regény folyamán az ő, hát gyakorlatilag ők is egyfajta karakterfejlődésen mennek keresztül. Nem tudom, hogy létezik-e olyan ember, aki nem szereti a fejlődés regényeket, de szerintem ezeket olvasni nagyon fontos, mert ezáltal mi is többek lehetünk, főleg, ha megpróbálunk ténylegesen belehelyezkedni ezekbe a szituációkba, és elfogadni azt, amit az író megpróbál nekünk átadni. Én például Charles Dickens regényeit is ezért szeretem. És akkor még pár szó a fejlődés regényről. Ugye itt azt láthatjuk, hogy itt van nekünk egy gyermek főhősünk, egy igen fiatal személy, és az ő morális és szellemi érését, alakulását követhetjük a művem. Majdnem minden regényben változnak a szereplők, de a fejlődés regények elsődleges célja ennek a folyamatnak az ábrázolása, illetve valamilyen tanítás átadása. A fejlődés regények cselekménye általában hosszabb időt, több évet is felöleli, gyakran történelmi, társadalmi regényként is megállják a helyüket, és ez pontosan így van a Ne bántsátok a Fekete Rigót című műben is, és egy nagyszerű film készült belőle Gregory Peck főszereplésével. Én azt is nagyon-nagyon szeretem, úgyhogy olvassátok el ezt a klasszikus, mert érdemes. Az első helyezett pedig, innom kell egy kortyot, mert teljesen kiszáradtam. Hát, bocsi. Most pedig tényleg következzen az első helyezett. Ajjaj, hívnak telefonon. Bocsi. Szia! Majd visszahívlak, jó? Oké, szia! Mit gondoltok, melyik regény nyert? Ugye nem néztetek utána. Ugye kértem az első videóban, hogy ne nézzetek utána. Ugye nem tettétek meg? Jane Austen, Büszkeség és balítélet. Of course. Egy angol listán mi más is nyerhetne, mint az angol irodalom egyik legnagyszerűbb klasszikusa, ami 1795 és 96-ban íródott, ekkor fejezte be a kéziratát Első benyomások címe Jane Austen, de a regényt csak 1813-ban adták ki, ugyanis rengeteg megpróbáltatáson ment keresztül. Először az ő édesapja, George, próbált megházalni a regénnyel, hogy három kötetben adják ki, írt több kiadónak is, de mindenhol visszautasították őt. Austin valószínűleg azért elkeseredett volt, de nem adta fel az írást, továbbra is dolgozott az Értelem és Érzelem című regényén, amelyet aztán sikerült eladni egy kiadónak, és 1811-ben megjelent. És ezen felbuzdulva úgy döntött, hogy hát akkor valószínűleg a Büszkeség és balítélet, illetve az első benyomások nem elég jó. Valami nem stimmelhet vele, ezért úgy döntött, hogy átírja, és a címét is megváltoztatja Első benyomásokról, Büszkeség és balítéletre, hogy passzoljon a Sense and Sensibility, ugye az Értelem és Érzelemhez a címben, és hát, ha ezzel már sikert fog aratni. Említettem az előző regénynél, hogy jegyezzétek meg a kiadás dátumát. Ugye 1960-ban jelent meg, de ugye 1930-as években játszódik a nagy gazdasági világválság idején. Viszont ez a könyv
több mint 200 éves. Elképesztő, és még most is milliókat késztet olvasásra, ugyanolyan népszerű, mint akkoriban volt. Ezt lehet mondani. És rengeteg adaptáció készült belőle, és még fog is, ebben legyünk biztosak. Egészen pontosan 1813. január 28-a. Ez az a nap, amikor ez a könyv megjelent. Októberre már ki kellett adni a második kiadást, mert akkora sikert ért el. És ugye az értelem és érzelem úgy jelent meg, hogy egy hölgy írta. Majd a büszkeség és balítélet úgy jelent meg, hogy az értelem és érzelem szerzője. És aztán az összes többi úgy kezdett el megjelenni, hogy az előző könyvekre hivatkoztak. Míg ugye már említettem nektek a meggyőző érvek kapcsán, hogy valójában halála után, abban a hosszabb kiadásban, amikor az összeset kiadták egyben, akkor írták bele, hogy Jane Austen volt a szerző. Miután a regény megjelent, Jane egy levelet írt nővérének, Cassandrának, amiben leírta, hogy ő annyira megszerette az írás során Elizabeth Bennet karakterét, hogy egyszerűen annyira bízik benne, hogy az olvasók is szeretni fogják, mert nem tudja, hogy hogy fogja kezelni azt, hogyha rosszakat írnak Elizabethről, magáról a karakterről. Egyébként később elismerte azt is, hogy hiú erre a könyvre, és rendkívül boldog a sikerét látva. Több nyelvre is lefordították természetesen, már rögtön a megjelenést követően a francia és a német kiadás is elkészült, de egyébként az Egyesült Államokban 1832-ben jelent meg először. A regény már a címében is tartalmazza a mondani valót, hiszen a főszereplő a büszkeség és a balítélet, amellett, hogy ott van nekünk Elizabeth Bennet és Mr. Darcy. Azt hiszem, nem nagyon kell bemutatnom ezt a történetet, talán már mindannyian ismeritek, hogy van ez a két ember, akik találkoznak egymással, és Elizabeth képviseli inkább a balítéletet azért, mert amikor megismerkedik Darcyval, akkor ő elég arrogánsan és snob módon viselkedik, és hát bizony ezek az első benyomások ezek nem sülnek el jól, és negatív véleményt alakít ki Elizabeth magában Darcyval szemben, míg a másik oldalon pedig a férfi valóban nagyon büszkén viselkedik, és hát lekezelő a lányjal, távolságtartó, elhatárolja magát tőle, de közben amiatt is, mert neki is vannak bizonyos előítéletei nyilvánvalóan. Több téma is megjelenik még ebben a műben, és nagyon jó kis mellékszereplőket is kapunk. Például az egyik szerintem az a házasság, hogy boldog házasságokat is bemutat, és olyat is, amiben a hírnév miatt, vagy az anyagi javak miatt, vagy a függetlenség miatt köttetett házasságok is léteznek. Aztán ott vannak az osztálykülönbségek, amiket szintén nagyon jól megmutat, és szerintem ez is egy nagyon fontos mondani valója, hogy legyél szegény vagy gazdag, a szerelem akkor is szerelem, és akkor is működhet egy kapcsolat, hogyha nem vagytok egy társadalmi rangon. Egymásnak az elfogadása az nem azon múlik, hogy mennyi pénzed van. Ez nekem egyébként nagyon-nagyon tetszik benne. És akkor még ott van a család, az integritás, a hírnév, sok minden. Tehát ez egy tényleges sokrétű mű, és érdemes elolvasni, már a fiatal lányok is nyugodtan a kezükbe vehetik. Én 20 éves voltam, de nagyon-nagyon élveztem, és most már tényleg megérett egy újraolvasásra. Most, hogy a lista végére értünk, szeretném, ha megírnátok nekem, hogy ti melyik klasszikust választanátok meg a legjobbnak, illetve hogy örültök-e a büszkeség és balítélet győzelmének. Valamint arra is kíváncsi vagyok, hogy hogy tetszett nektek ez a 10 rész, és szeretnétek-e hasonló videókat tőlem. Várom a hozzászólásotokat, pihenjetek a hétvégén, olvassatok sokat, élvezzétek még a jó időt, én nem sokára jövök majd egy újabb videóval, addig is legyetek jók, sziasztok!